Szevasztok, Imi vagyok, ez itt a Game Day iroda, terítéken a Diablo 3. Egy kis töri. A Diablo sorozat az általam nagyon kedvelt Blizzard fejlesztő csapatjátéka. Típusát tekintve hack-n-slash kalandjáték, ahol hősünkkel a Mennyország vs. Pokol örök csatájába szállunk be, tolva a jó szekerét. RPG-nek nem RPG, mert annyira nem mély, de sima akciójátéknak se nevezném, mert annál viszont több RPG elem és tartalom van benne. Valahol talán a kettő között lehet az igazság. A Blizzard eddig garancia volt a minőségre, és ezt a Diablo 3-mal is tartották. Jó a zene, a színészek hangja és az összes átvezető jelenet magában hordozza azt a tipikus epic középkori hangulatot, amit Gergővel az összes többi Diablo-ban is nagyon szerettünk. A Blizzardra jellemző, hogy úgy optimalizálják a játékaikat, hogy azok régebbi konfigokon is tűrhetően futnak, úgyhogy egy nem mai géppel is nyugodtan neki lehet vágni. Az első Diablo 1997-ben jelent meg, és a horrorra fektette a hangsúlyt, emlékszem, hogy én például alig mertem játszani vele. A második 2001-ben jött ki, és nagy szerepet kapott benne a többszintes skill rendszer, a grinding és a lútolás. A harmadik rész 2012-ben jelent meg, és SPM fokozatba kapcsolta a látványos akciót. A felsorolásból kiderül, hogy az egyes diablókban más-más elem volt fókuszban, ezért nem lett teljesen az a kettő, ami az egy volt, és ezért nem lett olyan a három sem, mint a kettő volt. A kettő és a három megjelenése között 11 év telt el, aminek én igazából örülök. Nem tudom ti, hogy vagytok vele, de nálam a Blizzard azon kevés fejlesztő közé tartozik, akinél azt érzem, hogy tényleg beleteszi a munkát az adott projektbe. Nem futószalagon termelnek, hanem törekszenek a lehető legjobbat kihozni az ötleteikből, amint ez látható volt a Warcraft és a Starcraft folytatásokban is. A Diablo egyben három játszható karakter volt, a Warrior, a Rogue és a Sorcerer. A kettőben már öt, Amazon, Necromanta, Barbár, Sorceress és Paladin, majd jött a kiegészítő, ahol már elérhető volt a kedvencem a Druida és az Assassin. Emlékeztek, hogy mikor installáltátok a Lord of Destruction-t, rögtön bekérte a sima Diablo 2 install CD-t? Azon rögtünk a haverokkal, hogy kb. eleve benne volt a Diablo 2-ben a plusz két karakter, a kiegészítőt egyszerűen csak az aktiválás miatt kellett megvenni. A háromban megint csak öt karaktert kapunk, Wizard, Witch Doctor, Demon Hunter, Barbár és Monk, majd a kiegészítőben érkezik a Crusader, amit én már nagyon várok. Mindegyik karakternek egyéni képességei vannak, de az alapharcmodor a Diablo egyóta nem változik. Vagy közelharci karaktert választasz, vagy távolról sebzőt. A harcok során fegyvereket, pénzt és különböző alapanyagokat kapsz, illetve a lenyomott ellenfelek után XP jár, ezt gyűjtött szintlépéshez. Szintlépéskor automatikusan nőnek a statjait, erő, életerő, ügyesség és intelligencia, és újabb és újabb harci képességek lesznek elérhetők. És akkor következzen a Diablo 3 legnagyobb támadási felülete, az előbb említett automata rendszer. Sokak szerint a játék könnyű, casual game lett. Nézzük mi a helyzet a Diablo 3-mal, de előbb tegyünk egy kis rendet. Egy játék kétféleképpen lehet nehéz. Vagy idegesítően nehéz, vagy kihívást jelentően nehéz. Az előbbit én nem igazán szeretem, mert rengeteg bukással jár, növeli a frusztrációt, és mikor sikerül megoldani egy feladatot, akkor csupán a nagyon negatív hangulatból kerülök vissza a picivel nyugodtabb állapotba, ahelyett, hogy sikerélményem lenne. Kicsit távoli a példa, de valahogy a szerencsejátékhoz tudnám hasonlítani, ahol folyamatosan veszítesz, elmész mondjuk 1000 forintig, majd nyersz 300 forintot. Örülsz magadnak, hogy ez az nyertem, aztán leesik, hogy ja, de még mindig 700 mínuszban vagyok. A kihívást jelentő nehézségettől abban különbözik, hogy nem büntet. Csinálod a feladatot, viszont ha elbuksz, van lehetőséged Változtatni, korrigálni, és másik stratégiával neki menni a kérdéses résznek. Ez az, amiben a Diablo 3 különbözik a kettőtől. Míg a háromban nem kell elköteleződnöd valamelyik stratégia irányába, addig a kettő esetén ezt meg kell tenned. A kettőben volt egy Skill Tree rendszer, ahol a képességek egymásra épültek, és szintlépéskor úgy osztogattad a pontokat, ahogy akartad. Totál saját döntés alapján ment az egész, ha valamire adtál, pontot, adtál, ha valamit egyáltalán nem tartottál fontosnak nem fejlesztetted. Ráadásul direkt úgy volt megalkotva a rendszer, hogy mindent nem lehetett kimaxolni. A szint miatt egyszerűen nem volt annyi gyűjthető pont a játékban, ami elég lett volna erre, így rákényszerítettek egyfajta útra így szívtam meg az első druidámmal, ami egy shape shifter druida volt. Imádtam vele játszani, egészen addig, míg bele nem futottam Nightmare-en néhány olyan bossba, ami Immune to physical volt. Az egész karim arra épült, hogy darált, mint az éles paladin, de közben nem nagyon volt elementál sebzése. A Fire Close és a Rebiz, ami erre megoldást nyújtana, csupán egy-egy pontot kapott, ugyanis ezeken keresztül vezetett az út a fő skillek felé. A limit miatt viszont a fő skilleket kellett tápolni, ezekre pedig nem maradt semmi. Utólagos korrekcióra a Diablo 2 nincs lehetőség, tehát a karaktert nem tudtam ehhez a speciális helyzethez igazítani. Így az játszhatatlan lett Kuka. Ez pedig a Gamebreaking tipikus esete. Az egyik legkerülendőbb dolog játékfejlesztői oldalon, hiszen elveszi a játékos kedvét. Oké, okay, lehet mondani, hogy ez egy igazi hardcore játék volt, de köszi, én az ilyen jellegű dolgokból nem kérek, és szerintem sokan mások se. Egész egyszerűen csak frusztrációt okoz, hiszen elveszett az energia és idő, amit a karakterbe fektettem. Ha egyszerűen fel akarom idegesíteni magam, elég elugranom a boltba, és 10 percet a nyakasszánál, hogy az előttem álló vásárlónak felírják azt az egy nyomorult bónuszpontot a pontgyűjtő kártyájára. Ha játszom, azért játszom, hogy sikerélményem legyen. A sok hétköznapi casual gamer pedig még inkább ezért teszi. A szélesedő gamer réteg olyan kompromisszumot követel fejlesztői oldalról, ami nem hagyható figyelmen kívül, és valamilyen szinten egyszerűbb játékokat eredményez. Értelmetlen hőbörögni rajta el kell fogadni. A kritikus hangoknak teljesen igaza van abban, hogy a Diablo 3 egyszerűsödött a kettőhöz képest, de attól, hogy a háromból kivették annak az esélyét, hogy egy-két rossz döntés után a wc a karakteredet, a játék még nem lesz casual. Én inkább azokkal a hangokkal értek egyet, akik az óvatos hiányolják a játékból. A kettőben, ha meghaltál, XP-t vesztettél, ami nightmare is Hellen igazi érvágás volt, ráadásul kezdődhetett a futása a hulládért, hogy azért valamennyit visszaszerez belőle. A háromban viszont semmi ilyen retorzió nincs. Meghaltál? Néhány másodperc respawn, a tárgyak egy picit sérültek, de mehet tovább az egész. Lehetőség van hardcore módot indítani, ami azt jelenti, hogy ha egyszer meghal a karaktered, akkor örökké törlődik, de hát nálam ez megint csak a büntető nehézségi kategóriába tartozik, úgyhogy nem tartom jó megoldásnak. Nem azért tolok bele egy karakterbe 30-40 játékórát, hogy egyszer csak semmivé váljon. A Diablo 3 egyszerűen másfajta játék lett, mint a kettő volt. A hangsúly a tempón és az akcióban. van. A Blizzard arra ment rá, hogy egyből beleugorja darálóba és robbanjon az egész képernyő. Látványosabb a környezet, bizonyos elemek rombolható, és végre nem csak a bosszok nagyobbak, mint mi, hanem egyszerű mezei ellenfelek is. Ez a méretkülönbség kevésbé volt benne a kettőben, pedig sokat ad az élményhez. Újdonság, hogy fejleszthető a kovácsunk, aki a fegyverek javítását és készítését végzi, és lett egy részünk is, aki szintén fejleszhető, és a drága köveinkkel Trükközni. Természetesen minél magasabb szintűek, annál erősebb és változatosabb dolgokat tudnak nekünk készíteni. Ehhez viszont szükség lesz írtózatos sok lútoláshoz, mert a kettőhöz képest új alapanyagok és összetevők jelentek meg, amikből bizony nagyon sokra lesz szükségünk. A játék legnagyobb gyengéjét az aukciós házat, röviden a AH t direkt a végére hagytam, mert már nem sokáig él. A Reaper of Souls kiegészítő érkezésével egy időben kiveszik a játékból. A Blizzard úgy gondolta, hogy ami működik WoW-ban, az majd itt is fog, ezért betették az AH Diablo 3-ba. Itt a játékban összeszedett aranyjal vagy igazi pénzzel lehet tárgyakat venni, egyszerűen fogalmazva kereskedni. Ennek célja eredetileg az volt, hogy kontroll alatt tartsák a piacot, azaz a saját szervereken keresztül áramoljon a pénz, szépen leszedve közben a kis hasznukat. Az AH viszont több soron vágta tönkre a játékot. Egyrészt állandó net kapcsolat szükséges a Diablo 3-hoz. Minden adatunkat a felhőben tárolják, így ha találunk valamit, azt a szerveren regisztrálják, ha eladunk valamit, szintén. Ja, csak mikor épp szerver karbantartás vagy szerver van, értelemszerűen nincs játék sem. Gondolom ez nem csak engem idegesített jó néhányszor. És ez csak az egyik rossz hozadék volt. A másik, hogy az a fajta izgalom, amit a Diablo 2 adott, teljesen elveszett. Mert itt mi is van? Kell egy tápos tárgy, gyűjtök és megveszem a hában. Köszi. Hol van az eredeti Diablo élmény? Ami igazából nem az volt, hogy én osztom a skillpontokat, hanem az, hogy lázasan toltuk a múltit haverokkal, és órákon keresztül nyírtok Mephistót és Bélt, hogy dobjon. Gimnazista fejjel egy rare vagy set item egy lotto ötössel ért fel. Pára megjegyeztétek, hogy az eddigi gameplayekhez képest unalmas nézni, ahogy Greg diablózik. Addig, míg valaki nem próbálja, ez teljesen érthető. Viszont, ha egyszer elkezded, az egyik legélvezetesebb időtöltés. Napok próbálom megfogalmazni, hogy mit mondjak majd a kritikában, mi az, ami a diablo ennyire addiktív. Nem tudom. Ha valakinek van egy jó hasonlata, írja le kommentben. Én egyszerűen csak arra jutottam, hogy akármilyen hülyén is hangzik, jó dolog kattingatni, felszedni az aranyat és a tárgyakat, legyőzni egy fél démonsereget és pimpelgetni a karaktert. Kis mikromanagement a cuccokkal, egy kicsi a skillekkel, különböző stratégiák kipróbálása, és ha egy karaktert meguntam, kezdek egy másikat, mert bár a ugyanaz, a játékképe teljesen más lesz. Erről szól a Diablo. Aki felháborodott azon, hogy konzolon is megjelent a Diablo 3, nyugodt szívvel próbálja ki. Lelövöm a poént, ugyanolyan élvezetes, mint PC-n. Máshogy látjuk az életerőt, máshogy néz ki és máshogy funkcionál az inventory, de szerintem egyáltalán nem baj, hogy nem kell három kör town hogy elvidd azt, amit találtál. 2013 van, nem bűn konzolon diablozni. A Reaper of Souls kiegészítő 2014 márciusában jön a már említett új karakterrel, új fejezettel, új ellenfelekkel, és addigra kikerül az AH is. Helyette jön a Loot System 2.0 változata, ami az ígéretek szerint visszahozza azt, amiért a haverokkal annyira szerettük a Diablo 2-t. Ha sajnálod az időd egy vége láthatatlan MMORPG-be ölni, viszont szeretsz grindolni és lootolni, mindezt akár haverokkal együtt, akkor a Diablo 3 remek szórakozás lesz. Ha az előbb felsoroltak közül csak egy is van, amit nem szeretsz, akkor inkább maradj tőle távol. Földes Peti Cimborámnak köszi a PC és Blizzard accountot,